Az Rinyi Gimnázium Tiszavasvári úti tornacsarnokát 2008-ban adták át, és már akkor sok kritikát kapott a talaj sportpadló borítása. Az elmúlt 8 évben tovább romlott a helyzet, így elengedhetetlenné vált a felújítás. Nyíregyházán 2014-ben indult el a tornatermek rekonstrukciója, és a BEM, a Móra, a Vessik, valamint az Ötvös után 51 millió forintból új belsőt kapott az Rinyi Gimnázium létesítménye is. A küzdőteret leparkettázták, a falak speciális borítást kaptak, és kicserélték az árnyékoló függönyöket is. Ez a város második legnagyobb, a Continental Arena után a legnagyobb sportcsarnoka. Mind kézilabda, mind kosárlabda, mind röplabda meccseket lehet majd itt játszani. Ez segíti egyébként, illetve az edzéseket a Magyar Röplabda Szövetség támogatásából megvalósult motoros térre választó függöny, ami a csarnoknak a kihasználtságát még jobban növeli. A különböző sportágak felnőtt és utánpótlás csapatai mellett diákok is rendszeresen használják majd a megújult sportcsarnokot. A Nyíregyházi Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégiumából 147 diák, aki rendszeresen minden héten sportfoglalkozások keretében használja a tornacsarnokot. Ezen kívül a Bencs László Szakiskola mindennapos testnevelés keretében naponta körülbelül 100-150 gyermekével jár ide edzeni. Az Rinyi csarnokában a közeljövőben még felszerelnek egy minden igény kielégítő eredményjelzőt. A felújítási program folytatásaként pedig a Móric, a Bánki, a Széchenyi, a Kölcsei és a Kertvárosi Iskola tornatermét is korszerűsítik a megyeszékhelyen.